És ez itt az átlátszó podcast, a mai napon háborúzni fogunk, vagy legalábbis a háborúról fogunk beszélni. Nyilvánvalóan, magától értetődően az egyik résztvevő az átlátszó újságírója. Zubor Zalán, aki ezzel a témával meglehetősen gyakran foglalkozik az átlátszónál, technikai segítségünkre Bodoki Bence lesz, és aki a vendégünk, Feledi Boton külpolitikai szakértő, a Partizán heti Feledi hírlevelének szerkesztője. Szervusztok! Sziasztok. Sziasztok! Sziasztok! Most amikor mi beszélgetünk, ez két nappal azt követően van, hogy felrobbantották a kahovkai gátot, ami ellátta krímet vízzel, viszont elárasztotta, ha jól értem, a déli délkeleti frontvonal egy részét. Boton, mi a jelentősége ennek a robbantásnak? Mennyiben áll be változás az eddigi hadviseléshez képest, és úgy egyáltalán mi ez? könnyű kérdéssel indítunk, már csak azért is, mert ugye az egész orosz-ukrán front helyzet folyamatos dezinformációs ködben van. Tehát amit tudunk erről, az azért tipikusan kevés, és még szerintem az oknyomozó kollégák dolgoznak néhány műholdképen. Nyilván például az is izgalmas lenne, hogy a orosz csapatokat volt-e, amit visszavontak tudatosan a gát robbantása előtt, vagy nem a folyónak, a nyepernek a balpartjáról. Azért különösen izgalmas szerintem ez az egész történet, két szempontból. Az egyik az az, hogy egy eszkalációs spirál azért kirajzolódik így az elmúlt hetekben, tehát ha belegondolunk, hogy Moszkva fölött volt drón, amiről az oroszok azt állítják, hogy nem az övék, tehát hogy ukrán drón támadás érte Moszkvát. Ha azt nézzük, hogy ugye a gátszakadás estéjén kikerült a Washington Post címlapjára, hogy lehet, hogy mégis az ukránok álltak közelebb az északi áramlat kettes vezetékének a robbantásához. Ha erre ráveszük most azt, hogy a Kercsi Híd támadása vagy a Moszkva hajó elsőjeztése mellett egy újabb ilyen szimbolikus támadás történik, ez azért egy, egy ilyen enyhe eszkalációs pirát mutat, ami a mi szempontunkból rossz hír. A másik, ami izgalmas, és amire szerintem most még nincsen válasz, legalábbis én még nem láttam perdöntő bizonyítékot, ugye az arra jó esély van, hogy az oroszok védekezési szempontból eleve robbanószerrel már elaknásították a gátat. A kérdés az az, hogy ez a robbantás 100%-ban tudatos és kontrollált volt, vagy pedig van ebbe úgynevezett miscalculation, tehát hogy lehet, hogy valamelyik távár is eldobja a cigarettáját, vagy ennél egy picit komolyabb probléma, vagy pedig tényleg ezt akarták elérni, utóbbit tudnánk azzal ellenőrizni, hogy a saját egységeiket mennyire óvták meg, de ahogy te is mondtad, ugye a krímet ellátó csatorna vize az innen megy akkor, ha a vízszint elég magas, ugye az aporizsai atomerőmű, és hát a 100 000 civil minimum, akit az átterület érint, és ugye jobban érinti a... De az ukrán terület. Ukrán és orosz, ugye a folyó egyik partján az egyik, a másik partján a másik erő van most jelen, de jobban árasztja el az orosz teret, és a ukránok legjobb tudásunk szerint nem itt készültek a nagy áttörésre. Tehát ez eleve egy nehéz terep lett volna, ez a kockázat régóta is, mert volt Zelenszki is beszélt róla, tehát nem ez lett volna az áttörés, ezért lehetett elaknásítva a hit, hogy eleve ezt a fenyegetést be tudják váltani, hogy ne itt induljon el, tehát kiszámíthatóbbá tegyék, hogy az ellentámadás hova esik. Voltak azért azban a térségben egyébként bukrán a Dimlu folyónak azokat a csatornaszigeteit a Delta szigeteit úgy tudom, hogy nagy részt már az ukránok ellenőrizték. Lehet, hogy egyébként emiatt lehetett az oroszoknak célja ezeknek a, tulajdonképpen a, a szigeteknek az elárasztása, hogy megakadályozzák, hogy itt csapatokat tudjanak az ukránok lefoglalni azzal, hogy fenyegetik a, az itteni orosz pozíciókat. Ugye ez Igen, tehát az biztos, hogy van ebben védekezési taktika, és azt is láttuk a tározott töltöttségi szintjének a, a, az információiból, hogy ugye ez tavaly egy történelmi alacsony szintre került, és most pedig ugye pont a szakadás előtt történelmi magas szinten állt, hogy ez a gondatlanság megint csak mert az egyéves megszállási időszak alatt nem foglalkoztak ennek a kezelésével, vagy pedig tudatosan sok vizet tettek bele, hogy ez a szakadás nagyobb problémát okozzon, ez az, amit jelenleg még nem tudunk eldönteni. Olyasmiket soroltál fel, ami Ukrán érdekkörbe, vagy vélelmezett Ukrán érdekkörbe tartoznak, berepülés Moszkva felett, északi áramlat és ebbe is ebbe illesztetted bele. Noha nagyon úgy tűnik a felületes szemlélőnek, hogy a, a gátnak a felrobbanása, most egy robbantás, robbanás, úgy tudom én, az jóval inkább orosz érdek még akkor is, hogyha a krím vízellátását belevesszük, hiszen jelen pillanat, hogy a krím mit termel, az 20 rangú kérdés. Ugye itt mezőgazdaságról kell beszélni, tehát ehhez van szükség víztározóra, illetve a zaporozsiai erőműnek a vízellátását, ami ugyan szintén orosz területen van, de a, az ellátott területeket illetően a kérdés azért már inkább fordított. Szóval, hogy, hogy ez, ez inkább tűnik orosznak, mármint orosz érdeknek, szemben mondjuk az északi áramlattal. És mint ad, hogy információs dezinformációi hadviselés vagy köd az, amely körülveszi az egész háborút, szerintem tavaly február óta nagyjából erről beszélhetünk. Mennyiben nehezíti meg az a dolgot, hogy gyakorlatilag mindenki, aki a háborúról beszél, akár hivatalos szerepben, akár pedig elemzőként, kommentátorként, az szeretné beilleszteni az Összes jelenséget a saját narratívájának jó és rossz oldalába. Tehát, ami rossz történik, az az általa ellenségnek tételezett be, ami pedig jó, azt betudja az általa támogatott erőnek. Mm, hát egyetlen a adekvát válasz kísérlet az ott kezdődne, hogy az információs térben is azért kétféle szereplő minimum van. Az egyik ugye az aktor, aki részt vesz az ottani, mondjuk úgy, hogy lecsupaszítva az információs műveletekben, ami, hogyha ugye baráti, akkor stratégiai kommunikáció, ha az ellenfél csinálja, akkor dezinformáció, de ettől még mind a két oldal ugyanazt a módszertant használja, csak különböző információs térbe tudja ezt tenni, hiszen Nyilván Oroszországban mi máshogy élünk el, mint ahogy ők elérnek egy demokratikus szövetségi rendszernek a média felületeire. Tehát itt vannak, akiknek érdeke is részt vesznek ebben a kommunikációs narratíva építésben, ott nyilván érvényes az, amit te mondtál, hogy, hogy szelektíven értelmezi, vagy pedig mondjuk szubjektívan értelmezi ezeket a dolgokat. Azt gondolom, hogy a, elemzői szempontból, vagy amikor egy vállalat egyébként tényleg kíváncsi arra, hogy mi történik, és megkérdez egy olyan elemzőt, akinek nem kell nyilvánosan válaszolni, akkor a kui bónót mindig föl lehet tenni, mint kérdést. Tehát, hogy ahogy most is föltesszük, hogy igen, a krímenlátása, hogy kinek, igazából kinek érte meg tehát, hogy a krím vízellátásának elvágása megéri-e azt, hogy ukrán gazdák nem tudnak öntözni, hogy az Aporizsével gond lesz, hogy egyébként egy olyan gátat kell visszaépíteni, ami alsó hangon két szám, milliárdos költségvetést igényel Euróban, plusz a emberi veszteség. Ezek azért racionális, egymás mellé tett serpenyős kérdések, és ezt nagyon-nagyon sok helyen föl lehet tenni. Ugye, még akkor is, amikor ezt megválaszolod azzal, hogy a mérlegserpenyőjébe behelyezed a dolgokat, sem biztos, hogy az erről alkotott szubjektív percepció az azonos lesz a szereplők között, és ez tipikusan már a háborús döntésre is igaz hiszen amikor Putyin meghozza azt a döntést, hogy érdemes návadnia, nyilván ő is eltette ezeket a dolgokat, mi is láttuk, hogy hány, hány ukrán van, hány orosz van, voltak problémák azzal, hogy milyen információt jutott el hozzá, de végeredményben ő mást olvasott ki abból, ami az előtte lévő asztalon van, hasonló tényekből, mint amit a nyugat kiolvasott, és mégis elindítja azt a támadást, ami egyébként látjuk, hogy sok sebből vérzik. Tehát még ez se biztosíték. Nem tudom, hogy ezzel mennyire közelítettük meg a választ a, a kérdésre. Tehát lehet értelmezni eseményeket, az OSINT és rengeteg egyéb dolog segíti azt, hogy az ember mélyebbre esön, tehát aki szán erre időt, a, a, az aktuális eseményeket nagyon nehéz objektívan egy átlagos olvasónak hétköznaponként leszűrni. Tehát azt gondolom, hogy ez tényleg újságírói feladat, amit ti is csináltok, hogy ezt valamennyire segítsük. És a Twitteren erre relatív jó segítség van, a magyar médiában azért ez egy korlátozott felület, ahol lehet erről tájékozódni. Visszatérve egyébként itt az Osintra, ha már elhangzott, a, amikor kiszivárogtak azok a bizonyos pentagoniratok, azokban szerepeltek veszteséglisták. az érdemes volt ezeket összevetni, az egyik ilyen ismert, szintén veszteségekről szóló Osint felületnek a számaival, az, az Orix projekt. Nagyon hasonló számok szerepeltek ebben, illetve a kiszivárgott pentagoniratokban megint felmerül a kérdés, hogy akkor ez mit jelentett, hogy egyszerűen ezek az ön, önkéntes amatőr internetezők, ezek majdnem olyan pontosan tudnak tájékozódni, mint a professzionális hírszerzők, vagy esetleg arról van szó, hogy a hírszerzők vannak annyira amatőrök, hogy, hogy egyszerűen a ugyanazokról a csatornákról tájékozódnak, vagy mondjuk a harmadik lehetőség az, hogy egyszerűen az a Kiszivárgás nem annyira hiteles, és olyan számot tettek bele, ami tulajdonképpen nem mond elrend a nyilvánosság által ismertnek. Erről ugye egy szociológiai professzornél van, aki odaengednek a CIA-hez, és ő, ő írt is egy könyvet erről, a, erről az olvasatról, hogy hogy működik a CIA, és ebből a szempontból már ő is évek óta mondja, hogy a open source intelligence az egy nagyon-nagyon komoly kihívást jelent ezeknek az ügynökségeknek is, hiszen, mint ahogy a médiában is a, civic journalism, tehát ott is érvényes ez, hogy ha a műholdképekhez odaengedjük az átlagos üzert, akkor ő is fogja tudni ezt használni. Tehát vannak olyan források, tipikusan műholdkép az ide tartozik, ami demokratizálódott. Tehát ez ugye az egész hidegháborúban, ugye mentek az U2-es gépek, és ha véletlen a szovjetek észrevették balhé volt belőle, készítették ezeket a képeket, és száz órákon keresztül elemezték. Most ezt ugye az AI megcsinálja egy három perc alatt, és az AI-t lassan ugye ingyen használod a több felületen is. Tehát ez demokratizálódott. Nyilván a, a hírszerzők feladata az lenne, hogy ehhez hozzátegyék még azokat a plusz információkat, amitől ez több lesz. Jobb esetben ezt nem látjuk, de mostanában sok rosszabb eset is volt. Tehát sok terület van, és ugye az, az orix is alapvetően képi megerősítés alapján számolnak. Most nyilván a frontvonal bizonyos részei után gondolom csak így tudnak mások is számolni, mert valószínűleg a hivatalos orosz belső jelentések még kevésbé használhatóak. Jó, maradjunk egy kicsikét ennél, mert ugye ez érinti a mi szakmánkat, és érinti a tájékozódás kép a képességét. Ugye ott van minden olyan emberi tevékenység mögött a fenyegetés, amelyet korábban bizalmas tevékenységnek soroltak be, hogy ez innentől nyilvánosságra kerül, megszűnik nem csak a titkosszolgálatok intimitása, de a politikai pártoké, újságoké, bárkié. Csak hogy ennek van egy másik olvasata, hogy a forrásokat, amiket nyilvánosan fel tudsz dolgozni, azoknak legalább annyira könnyű már manipulálni. Tehát az, hogy ténylegesen mi zajlik, és az, hogy mi az, amit gerjesztesz információt, vagy jelenséget, azt már nagyon nehéz egymástól megkülönböztetni. Hogy a hadviselésben ez megjelenik-e? Magyarán szólva, hogy műholdképeket emlegettél, amelyhez ugye odafér akkor az egyszeri user is. Igen, ám csak, hogy ez a műhold kép mit lát, azt a, a, az AI az adott esetben ugyanúgy tudja, tudhatja manipulálni adott esetben. Tehát igazából a kérdés az az, hogy? A kérdés az az, hogy amit, hogy egyfelől ugye megszűnik a titok, belátsz mindenhova, igen ám, csak a másfelől oldalról meg akkora kakofónia lesz, amivel nem tudod kiválasztani, mi az, ami a valóságos, és mi az, ami virtuális, hogy gyakorlatilag ugyanott vagyunk, mielőtt még a titkok nem szüntek volna Értem. meg. Igen, tehát hiába van nyilvánosságon az adat, Igen. hiszen annyi ellenadat van, meg információ, nem fogod tudni És hogy ez a hadviselésben, ez, 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 már egy jelenlévő tényezője. Hát a tökéletesen megfogalmaztad az orosz információs doktrinát, ugye az erről szól hogy nem, nem az szándékom a, a... <gül> <gül> hogy ugye ez már 14-es maláj lelövés kapcsán megfigyelhető volt klasszikus eset így a szakmában, ami, ami állatorvosi ló, Ugye lelövik a gépet az ő rakétájukkal a szakadárok, és utána nem az történik, hogy egy ellennarratívát indítanak, hogy ú, ez a szakadárok volt, és ehhez bizonyítékot hamisítanak, és egy narratívát építenek, hanem annak idén ezt rácsánat is lehetett számolgatni. 10 plusz narratíva volt, amiben a leghihetetlenebbtől, tehát ez a Sherlock Holmes-os halottakkal küldték a gépet a levegőbe, és csak azért lőtték le, hogy utána ránk foghassák, egészen addig, hogy ugye a Wikipédiát meghamisítva, hogy a ukrángép mégis felmehet 10 méter fölé, ami nem volt igaz, hogy ezt az ukránok hogy tudták lelőni. És ezek a narratívák egymásnak is ellentmondtak, és ez egy pillanatra nem zavarta meg az orosz információs gépezetet, hogy Lavrov mást mond, mint a Védelmi Minisztérium, mint a Putyin szóvivő, mint a, mint a Russia Today. Tehát ezek párhuzamosan mentek. Ugye ez egy tudatos dezinformációs technika, ami ugye homlok egyenest eltér a hidegháborústól. Így van. Mert hogy ugye a hidegháborúban meg kellett győzni a mégis mégiscsak győzedelmeskedni fognak. Tehát volt egy narratíva, ami mellett igyekeztek építkezni jobb esetben, persze azért ott is volt dezinformációban. De most ez egy, ennek az ellentetje. Tehát öntsük rá a userekre, hiszen elbizonytalanodik, ha 12 választásom és abból csak egy az, már pedig mindig csak egy az, akkor hát, ha, ha, a ha, ha 11 másik, az, az ki fogja tudni ezt írtani. Tehát ez működik, és szerintem ez újságírás szempontjából, ha még erre így rákanyolodhatok, pont ott jön vissza, ugye megértük azt, hogy mikor jöttek be ezek az ingyenes metrós újságok, hogy ugye a kezedben nyomják ott a, a metró lejáratnál. Emlékszem, hogy volt Franciaországban olyan látogatásom a 2000-es évek elején, hogy három ingyenes újságot tudták kapni a metróba. Tehát elindul ugye ez az ingyenesnek tűnő információdömping, rájössz húsz év után, hogy ez nem olyan buli, mert más fizeti a cechet és nem azt adják a kezedbe, ami az információ, amit téged érdekel, és most jutunk el oda, és Magyarországon ez aztán különösen érvényes, hogy hajlandók vagyunk fizetni a szelektált információért. Tehát ez egy, ez egy görbét írt le, hogy ugye volt az újságírásnak egy jó korszaka, amíg fizettünk az újságért, bejött ez az ingyenes információ illúziója, ami mostanra pukkadgad ki, és ugye kezd újra normális lenni, hogy az online tartalomért is fizetek, pláne a szelektált információit fizetek, egy minőségi angol nyelvű hírlevélre a en fizetek. Lehet, hogy 50 vagy 100 dollárt egy évre, de mégis hajlandó vagyok ezért pénzt áldozni, mert tudom, hogyha három honlapot is megnézek, nem leszek okosabb. És ugye ezt nehéz elhinni. Én is úgy látom egyébként, hogy nem érdemes, nem lenne érdemes igazából megpróbálni manipulálni azt a fajta Jenosint közösséget, akik a jó képeket nézegetik, meg, meg az ilyen kiszivárgott harci cselekményekről készült videókat elemezgetik, mert ez alapvetően egy azért szűk szubkultúra. És akkor, akkor ekközben például a mainstream és ez Magyarországon fokozottan igaz, simán hajlandó a háborúról politikusok, tudósít, politikusok nyilatkozatai alapján tudósítani. Tehát, hogyha megnézzük mondjuk a magyar médiának, a, és itt most nem csak mondjuk egy irodópontúra gondolok, hanem akár egy mainstream, mondjuk egy 24 pontúnak a hírfolyamaira, hogyha ezt megnézzük, nagy részt abból áll a tudósítás, hogy Putyin azt nyilatkozta, hogy Zelenszkij bejelentette, hogy ö, teljesen ö, igazából politikusi, ö, ilyen hivatalos nyilatkozatok alapján ö, íródik, tehát ö, hogyha ilyenből áll össze a média tudósítás, akkor tényleg nem éri meg ilyen részletekbe belemenni, hogy hogy, Én hogy hamisítani képeket, mert, mert, egyszerűen elég az, hogy a, valamelyik orosz vezető bejelent valamit, és akkor az ugyanúgy be fog kerülni a médiába. Nagyon, sok, nagyon nagy része egyébként a egyébként független magyar médiának is gyakorlatilag úgy tudósít a háborúról, hogy hát van, van, amit az oroszok mondnak, van, amit az ukránok mondnak, megmutatjuk mindkettőt, aztán döntsétek el, hogy melyik. Szerintem ez önmagában még egyébként rendben is lenne, hogyha a nyilatkozatokat kommentár nélkül közé teszed, tehát ezt azt hiszem, hogy az olvasóra rá lehet bízni egy csomó minden. Én, én, én szerintem én is... Én, és ketten a fejünket csak volna Igen, csak én, én ismerek szerintem világszerte a legtöbb hírszerkesztőt közületek, tehát én azt gondolom, hogy sem ennyivel sem különb, mint, mint egy átlag olvasó. Én, én nekem az a, az a problémám, hogy nyilvánvalóan tudjuk, hogy mindkét fél dezinformál, tehát most szerintem a, lát az ember két dezinformációt, ami a ellenkező irányú, abból az igazsága nem fog megtudni. Hát mert úgy, hogy például mellé rakod az érdekviszonyokat, mellé rakod, hogy az egyiknek mi az érdeke, a másiknak is mi az érdeke, milyen összefüggésrendszerben kell ezeket a nyilatkozatokat értelmezni, és a többi. Hát érdekes, csak a, nem ez, az, nem de ez azt, már, ez már a kontextus, tehát ez már, ez már, pont az, hogy, hogy hozzáadunk kommentárt. De ez nem kommentár feltétlenül, ez elhelyezed kontextusában, ez nem, ez nem kommentár, amit hiszed a szubkultúráról mondasz, aztán hogy visszatérünk a háború rögvalóságába és a talajra, eh, hát az azért az internet is egy szubkultúra volt, és ne, fiatalabb vagy ennyivel nálam, de hát azért nem tudd meg, hogy mi volt, amikor először elkezdtek politizálni az interneten, hogy a gigek hogy meg voltak sértődve, hogy, hogy, hogy ezt, 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 azonnal vigyék innen, ez egy büdös dolog, hát mi tisztességes informatikusok vagyunk. Berlónak a kiberszabadságról közzétett deklarációja annak idején volt maga, és aztán mi lett belőle. De még egy egy mondat erejénk azért maradjunk ennél a tudományos fantasztikus felvetést, amit előprovokáltam, mert ugye akik követik a háborút, nagyjából azzal szembesültek már, hogy ezek nem huszáró homokkal dőlnek el, nem végvári vitézek küzdenek, miközben egyébként a percepciója valahol változatlan itt van. Hősöket látnak az egyik oldalon, és martalócokat a másikon. Miközben egy modern háború, már az elmúlt időszakban is annyit változott a korábbiakhoz képest, hogy ezek a hagyományos történelemkönyvekből és romantikus regényekből ismert kategóriák nem vonatkozhatnak rá. Például ugye a műhold felvételek, a hozzáférés szabadsága és a többi. De hogy amit a műhold lát, mert ugye ez már szint az újságírásban, a közösségi médiában ez valóság, hogy ugye van egy felvételem, ahol leplezem XY férjet, ahogy éppen félrelép. Ez perdöntő bizonyíték mindaddig, amíg nem lehet előállítani gyakorlatilag megkülönböztethetetlenül ugyanilyen felvételeket tetszés szerinti személyekről pusztán egy fénykép alapján. Bekövetkezhet -e a hadviselésben egy olyan, tudom, nem vagytok katonai szakértők, de ez engem most érdekel, aztán térjünk vissza, mint egy következő lépése a hadviselésnek az emberiség történetében, hiszen amit most előttünk zajlik, az egy jelen pillanatban egy film, mint hogy a CNN az öböl háborút is már kvázi egy látványosságként közvetítette az amerikai nézőknek annak idején, hogy, hogy egy virtuális tank indul el valamit, amit a műhold az érzékelni fogja valóságként. Virtuális hadtestek indulnak el, amit a műhold valóságként érzékel. A, a deepfake-nek a, a hadviselésben lévő kora, az beköszönthete. Aztán majd térjünk, mondom, még egyszer a konkrét orosz-ukrán helyzetre vissza. Hát ugye pont most a hét elején dobtak be egy Putyin deepfake videót, ahol szükséghelyzetet hirdett. Ez ugye csak egy nagyon sok közül, Um, valamelyik amerikai tisztviselő erre reagálás, illetve nem erre, de azért úgy általában az AI veszélyekről, meg Deepfake veszélyekről fel is vetette, hogy mi lesz, amikor majd az elnök jelöltek 24-ben esetleg hirtelen egy pornó felvételbe szerepelnek, hogy hogyan tudjuk ezt megállapítani. Illetve az is felmerült, hogy hogyan lehet, az európai kérdés volt persze, Unióban, hogy hogyan lehet kötelezni az AI szolgáltatókat, hogy megjelöljék a saját tartalmukat, tehát kvázi lehet-e a Deepfake-eket billogozni. Nyilván ez inkább egy technikai kérdés, hogy elválaszthatatlanul bele tudom esőni a kódba. Hagyjuk meg a, a szakiknak. Abszolút, szerintem ebbe vagyunk. Tehát az, hogy milyen típusú információs nagy átfogó műveleteket lehet már végrehajtani, azt azért látjuk. Tehát ez nem kell a jövőben nézni. Hát tulajdonképpen a migrációs sztori a Németországban 2015 nyarától a szilveszterig, ugye a kölni szilveszterig, erre talán emlékezik még néhány hallgató, ehm, ahol ugye elvileg a Pályódvar környékén migráns csoportok téptek meg német lányokat. Ehm, ugye ez azért elment megint csak oda, hogy több tucatnyi német városban tüntetés van, ahol összecsap a fa antifa, tehát az oroszok által támogatott radikálisok az antifákkal, és folyik a vér. Ugye a legismertebb eset ennek a Liza történet volt, amikor ugye egy állítólagos nem erőszak történt egy Berlinben élő kislányon, aztán kiderül, hogy ugye hát egy orosz kivándorló apukának a lányáról van szó, akit nem erőszakoltak meg, de mire a rendszer maga feldolgozta ezt az információt, addigra már Lavrov régen reagált, és kitört az utcai lázadás. Tehát az, hogy online dologból offline vér folyjon, ezen túl vagyunk. Eh, ahogy azon is túl vagyunk, ugye hát már a, az iráni urándúsító elleni kibertámadás is, ugye airproof gépekkel, gépek ellen történt, tehát internetre nem kötött gépeket is meg tudott támadni a 2000 hányban volt a Stuxnet 2006-7, tehát hogy 2000 2010 között, hát az interneten még nem volt Facebook, amikor ezt már meg tudtuk csinálni. Hogy -e volt Facebook, a csak akkor az még... Prehistory. Igen. Tehát, hogy, hogy, hogy egy, egy, egy ebben a korszakban, tehát már majdnem húsz éve erre képesek voltunk. Tehát amikor belegondolunk, hogy ma mit lehet csinálni, akkor ez egy egészen másik történet. És ez összeér, igazából szerintem az a fontos, hogy azt elfogadjuk, hogy a háború fizikai része az, az, egy nagyon látható rész, ezért nagyon sokat foglalkozunk vele, de igazából a négyötöde a konfliktusnak az ugye nem katonai eszközökkel történik hagyományos értelemben, tehát nem a lövészárokban, hanem a kibertérben, a gazdasági térben, a szankciók, az információs térben, illetve hát a, a törvényhozásnak a lófer, vagy low, ez a, ez a um, Putyin elfogató parancs, és a többi, és a többi körüli problematikákba. Tehát, hogy ezek ugyanolyan fontos területei a hadviselésnek, és ezt hívjuk hibrid háborúnak. Nagyszerű, akkor ezt a részét felvillantottuk a jelennek, ha nem is a jövőnek, mert a jövő már itt van, akkor térünk vissza a rögvalóságba, Ukrajna területére hogy miközben beszélgetünk ilyen témákról, beszélgetünk arról, hogy milyen lesz a hadviselés, mi történik a műholdakkal, milyen proxy háború zajlik, és a többi, egy nagyon beállt valóságnak tűnik az, ami Ukrajnában az ember, hogyha jobban ráközelít észlel. Tehát, minthogyha alig változott valami, most már több mint egy év leforgása alatt. Hol ide tolódik a frontvonal? Hol oda? de egyébként eszméletlen mennyiségű lövedéket lőnek ki mind a két oldalról. Havonta emberek szenvednek, kelet-ukrajnából menekülnek Kárpátalja irányába, néha kiürítenek egy várost, az, hol az egyik oldal, hol a másik, de minthogyha lenne egy, ha nem is álló háború, de egy fodrozódású vízmozgású háború a valóságban. Azért voltak ebben mozgások, tehát hogy ugye onnan, hogy Kiev alá elment a hadoszlop. Na jó, tehát az, az volt még... Oda, hogy... Az, 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 hát az tavaly áprilisban el is Igen. jött, vagy márciusban. Igen. Igen, de azért ez fontos, tehát hogy, hogy ugye egy háromfrontos háborút indítottak, ebből most azért tulajdonképpen eléggé le tudta szűkíteni az ukrán védekezés olyan területekre, ahol kiépített védvonalai voltak 2014 óta, tehát nem kevés pénzt tett bele Ukrajna abba, és ez itthon szerintem nem annyira ismert, de ugye itt elképesztően megerősített donetsk luhanszki védvonalak vannak sok rétegben, tehát Verdön ehhez képest valószínűleg egy játszótér volt. Úgyhogy tehát ez, a, ez, az egyik rész, hogy az ukránoknak ez nyilván egy óriási előny, amikor ezeken a területeken tudják tartani. Bakmut is erről szól, hogy ha el er esne, egyébként ugyanúgy a következő és következő Védvonal. A háború valósága nem változik. Tehát azt nem hiszem, hogy most attól, hogy drónok fognak ránk lőni, vagy orosz katona lő ránk, vagy egy egymást most kiklövik. A, tehát a háborúnak ez a szintük egyetlensége, és amit még kettővel ezelőtt említettél, a, a helyi hősei. Tehát ki az, aki megmenti a helyi óvodát, a éppen szülő kismamát, vagy leszedi a lerombolt épületet, a kislányt. Ez nem fog változni. Tehát ez az emberi minősége, ez ott van. Hogy az oroszoknak egy ennyire 20. századi konvencionális háborúra futja csak, ez tulajdonképpen most ugyan hangzik, de örüljünk neki. Tehát sokkal rosszabb lenne, hogyha ők a hibrid um, harcmezők többi részén sokkal jobban teljesítenének. Tehát az, hogy ők most be vannak ragadva ebbe a konvencionális háborúba, ez nekünk egy jó hír ahhoz képest, mint hogy egyébként ők kiberben lerombolták volna a nyugati bankrendszert. Mert ha most Kína támad, akkor egy egész másik történet van. Tehát a, az elmúlt hét eseménye, ugye a Volcanic Typhoon kibereszköz, amit az Amcsik azonosítottak és elmesélték, hogy ez arra alkalmas, hogy a csendes óceáni térségben lekapcsolják a kínaiak az amerikai kommunikációt. Ez azért pont azt mutatja, hogy a kínaiak tanulnak ezekből az orosz hibákból, amiket folyamatosan elkövetnek a harcmezőn. Tehát az, hogy Ukrajnát folyamatosan a nyugat el tudja látni a NATO katonai hírszerzéssel, azért tartott Ukrajnát nagyon sok egyéb mellett, ahol tud most tartani. Na akkor hadd mondjak ezzel kapcsolatban egy eredetnek gondolatot? Hogy lehet, hogy számodra öröm hír az, hogy egy 20. századi konvencionális hadviselés folyik, de ehhez én hagyd tegyem azt hozzá, hogy hol? Ukrajnában igazából az oroszoknak, még hogyha pénzbe is kerül, még hogyha különböző szankciókat valahogy meg kell kerülniük, mert megkerülik a, a, többségét, még hogyha ez életszínvonal eséssel is fog járni előbb vagy utóbb, úgyhogy azt már érzi, érezni is fogja az orosz nép, és így tovább, és így tovább, annyiban kényelmes, hogy ukrán területen van egy elhúzódó hadviselés tényleg Ukrajna, Ukrajna kereti része van porig bombázva. Mi van, ha önmagában ez a cél, hogy háború legyen, legyen Nyugat és Oroszország között egy jó sokáig fennálló frontvonal, háborús góc, és ennél nem is lehet, hogy nem is akarnak többet az oroszok. Ugye két rosszabb lehetőség lett volna, hogyha az oroszok a háború többi részében is jobban teljesítenek, vagy akkor, hogyha ez a háború nem Ukrajnában, hanem Európa hozzánk közelebb eső részén, mondjuk a balti országokban, vagy Lengyelországban zajlik. Tehát ehhez képest ugye ez egy taktikai NATO előny, hogy a frontvonal Ukrajnában húzódik. Az, hogy a, az Egyesült Államok megadtak az első pillanattól kezdve ugye azt a külhelyezést használta, hogy stratégiai meggyengítés a cél. Tehát, hogy az Orosz Föderáció stratégiai meggyengítése a cél ebben a háborúban, ami azt jelenti, hogy ezt a regionális és főleg nagyhatalmi igényét ki lehet gyomlálni a Kremnek. Hát ugye ettől azért még elég messze vagyunk, már pszichológiai szinten egészen biztosan az európai szempont is az lehetne, és ez az, amit a német fordulatokban időnként hát nagyon messziről, de el lehet kezdeni kitapintani, hogy nyilván nagyon más, hogy tud üzletelni Európa egy Oroszországgal, aki egyébként egy háborút elveszített, mint azzal az Oroszországgal, akit ismertünk mondjuk 2014 előtt. Tehát itt azért nagyon más lehetőségek vannak. Ez egy mondjuk hagyományos háborús realista olvasata ennek a konfliktusnak. Tehát hogy ha a kérdésed az, hogy hányan lehetnek haszonélvezői ennek a háborúnak, akkor arra valóban az a válasz, hogy többen is lehetnek a haszonélvezői, eh, amiben a válasz viszont az is egyértelmű, hogy az ukránok ezt mindenképp elszenvedik, és az ukrán vér folyik nagyon sok egyéb érdekért, eh, aminek egy része nemes, egy másik része pedig eh, mondjuk úgy, hogy nagyhatalmi, egy harmadik része meg kapitalista. De ez nem hiszem, hogy a háború természetétől elválasztató így 2022-ben. Magyarán szóval, állapban. hogy a fegyvergyárak azok, amelyek elsősorban is megkérdőjelezhetetlenül járnak jól, aztán az összes többi meg vagy igen, vagy nem. Azt hiszem, azt a koncepciót még úgyse hallottam, hogy a fegyvergyárok maguk indították volna ezt a háborút. Nem, ezt nem mondom. De nem, ha nem van mondom. háború a fegyvergyárak, nyilván nem fogják azt mondani, hogy Aj, én nem is akarok történt gyártani. Tehát, hogy ezt ne vessük a szemünkre. Inkább az volt a kérdés, nem, hogy a moszkvai rezsimnek egyszerűen érdekében áll az, hogy legyen egy elhúzó háború, mert azzal Igen. tudja mondjuk a hatalmát jobban fenntartani ahhoz képest, mint hogyha nem lenne. Hát meg egyértelmű, egyértelmű határkijelölést, hogy eddig tartotta nyugat. Tehát innentől nem vonatkoznak ránk a ti mérceitek, sem a, a tőzsdénk beározása, sem az emberi jogok beározása, sem a technika, se semmi más. Vegyétek tudomásról, hogy itt van egy, egy frontvonal. Értem a kérdést. Azt hiszem, hogy ha Ugye, de ez megint egy ilyen euroatlanti racionalista álláspont, hogy a háború drága. Tehát ami Oroszországnak eddig bevált, az az úgynevezett befagyott konfliktus megoldás. Ugye, ha végignézzük, akkor ebből azért tudott jó párat gyártani. Tehát ugye, Grúzia, dél -Oszétiától, most Örményország, tehát végig itt a határokon, elég sok befagyott konfliktust le tudott gyártani, plusz Fehér Oroszországnak ez a furcsa kapcsolata a Putyin rezsimmel. Ebben várjunk, várjunk, trajánban... itt nyissunk egy Én gyakorlatilag a Putyin rezsim befalta a Fehér Oroszországot, mert amikor a, mielőtt a tüntetések elkezdődtek volna, Lukasenka éppen a saját függetlenségi harcát vívta Putyin ellen. Így van, így van, tehát itt ugye ez egy hullámzó kapcsolat volt, és az utolsó körben, amikor vesztett Lukasenka, akkor behúzta a Putyin Jokert. Igen, tehát ezt, ezt lefordíthatjuk így, nagyon röviden. Na jó, befagyott konfliktusok tartott. De a lényeg az az, hogy ugye a 14 óta a befagyott konfliktus többé-kevésbé tudta volna hozni Oroszország, tehát nyilván itt még valami változás bekövetkezett, és ebben valóban az a, az a réteg az érdekes, amit ti is felvettek, és amitől az egész ukrán konfliktus megszűnik lokális konfliktusnak lenni, hogy az orosz országon keresztül a nemzetközi rendszer irányába intézett kihívást hogyan kezeljük. És ez a kihívás nyilván kínai érdek is. Sokan tapsolnak, akik nem hiszem, hogy beleszóltak, de örülnek neki Irán, Észak-Korea és néhányan. Meg a globális délen, most ugye ez a pici kifejezés, ott is többen vannak, Nulától sorolhatnánk az arcokat, akik azért nem bánják, ha a nyugat egy picit szenved tehát az, hogy a... Az a nyugat egyébként, amelynek a mainstream sajtója örömtüzeket gyújtott, amikor a győzött Bolsonaroval szemben az elnök választáson. Ez, ez a nyugati sajtó tipikus csapdája, hogy mindig örül valaminek, meg azt gondolta, hogy majd Erdogán nem nyer. Tehát, hogy ezen végigmehetnénk, meg hogy majd Biden más lesz Kínával. Ezek, az elemzők azért ebben a csapdában szinte már nem annyira esnek bele. Dula is volt ráadásul elnök előtte, tehát nagyjából lehetett tudni, hogy, 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 mire lehet számítani. Na mindegy. De, Na jó, lényeg... van, de ez az időlt öröm alkoholizmus, amiben minden létező politikai jelenséget úgy tudunk felfogni, mint hogy a futballszurkolók lennénk, ez nem tapasztja azért rá magára a konkrét cselekményekre a bélyegét azáltal, hogy mégiscsak olyan politikusoknak kell dönteni, akik az ilyen módon gondolkodó közvéleménynek a kegyeiért kell, hogy versenyezzenek. Ez egy nagyon jó kérdés, de még az előzőt fejezzük be. Jó, el. <laughs> jó, mert ez szerintem egyébként Igen. pont Magyarország szempontjából is egy nagyon izgalmas dolog, hogy a saját narratíváink mennyire korlátozzák a valódi mozgásterünket, és azt hiszem Magyarország egy ékes példa arra, ahol a válasz az, hogy nagyon. De ugye az, hogy tehát az ukrán konfliktus nem kizárólag Peking nézi éles szemmel, mordor tekintetével, hogy itt mi történik, ugye ők ugyanúgy tanultak az iraki háborúból információs hadviselést, ugyanúgy tanultak a perestroikából, hogy a nem telen hogy kell szétverni a tüntetést, tehát nagyon sok mindent tanul a kínai rezsim. De emellett rengeteg ország nézi, hogy mi a végeredmény, a nyugat meddig hajlandó elmenni. Tehát ez valóban a nyugat tesztje ebből a szempontból, és míg az elmúlt, mondjuk a 90-től, tehát a vasúgony leomlásától egy jó 15-20 évig megpróbáltuk a létező intézményrendszerbe integrálni a kihívókat, Oroszországot meghívtuk a G7-be, lett G8, ugye Kínát meghívottuk a WTO-ba, azt gondoltuk, hogy majd jön a világbéke. Ehhez képest nem ez történt, hanem az, hogy ők fel pumpálták magukat kihívóvá, saját intézményrendszert építenek, és elindították ezt a háborút, ami teszteli azt, hogy az ő szabályaik mennyiben érvényesek ebben a nemzetközi rendben, amit 45 óta az Egyesült Államok dominál. Tehát erről szól ez a történet, ezért is fontos, hogy itt messze nem csak Ukrajna jelentősége van, hanem valóban arról szól, hogy az euróatlanti blokk, mint olyan, mint történelmi kulturális egység, mit tud megőrizni ebből a befolyásából, és mit nem. Tehát ez a, számomra ez az értelmezés tűnik reálisnak és bizonyos szempontból jóval veszélyesebbnek ebben a történetben. Ez lenne ugye, amit ők úgy neveznek, hogy a több világ, a, ennek egyébként Magyarországon is azért vannak a, nagy hívei. Nekünk jobb lenne, hogyha ez kialakulna, és mondjuk egy ilyen ütköző zónába vál, mondjuk Kelet-Európa? Szinte még a kérdést is nehezen tudom általában értelmezni, bár ugye most pont volt egy miniszter is, aki erről kínai szerelmes levelet. Mert hogy mi benne vagyunk az egyik pólusba. Tehát, hogyha mi most úgy tengenénk, lengenénk Afrika szarván, és el lehetne gondolkozni azon, hogy most az oroszoknak építsünk kikötőt, a kínaiaknak vagy az amerikaiaknak, az egy dolog. De ugye benne vagyunk egy tömbben, és olyan elérésünk van a tömb bizonyos forrásaihoz. Most az EU pénzektől az amerikai fdi on át a katonai segélyen keresztül a svéd hadi technikáig, tehát hosszan-hosszan sorolhatnánk, mennyi helyre van elérésünk, amiről mások álmodnak ezt tudja az ország kompetitíven, mint versenyképesség, mint versenyelőny kihasználni. Azt, hogy ez a kacérkodás, hogy akkor majd ide is oda is játszunk a tömb széléről, ennek nyilván a mozgást jelentősen beszűkült háború miközben mindenki más is azon gondolkodik Macronnal bezárólag, hogy hogyan lehet még megúszni a következő tíz évet úgy, hogy Kínával ne kelljen túl gyorsan szakítani, németek ugyanerről gondolkoznak, tehát maga a kérdés legitim, hogy hogyan lehet a két versenyző közé nem beszorulni. Kíná, Kínára még térjünk vissza, de akkor most a narratívákat fejezzük be, tehát az előbb megnyitott kérdéseket már csak azért is, mert ugye az egy hozzám jobban passzoló terület, és hogy a több pólus, amit most itt talán felvetett, az úgy jön ide, hogy lehet, hogy geopolitikailag, diplomáciailag pontosan úgy van, ahogy te mondod, de szellemileg biztosan nem. Tehát a több pólus az, az intellektuális. A... Vagy narratíva szinten? Vagy már megteremtette a megteremtett A, 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 a kettő, a kettő az annyiban nem, nem bogozható ki egymásban, ha azt gondolod, tényleg azt gondolod, mint hogy a 90-es években ez egy elterjedt nézet volt, hogy a világ történelemnek van egy fejlődési íve, és annak van egy ilyen elíziumi végpontja, ahova csak el kell élni, és onnantól a történelem végét élvezheted. Az egyfelől ugye rendhívé tesz intellektuálisan, másfelől meg olyan erős narratívát ad, ami megköti Mindenkinek a, a, a kezét. Nem tudom, hogy ez mennyire volt érthető, bár sűrűn mólogattam a hallgatóknak, hogy, hogy a, a több pólus abból a szempontból mindenképpen jó, hogy gondolkodni kell saját magunkról. Tényleg csak az a fajta demokrácia képzelhető el, amit mi ismerünk. Tényleg a gazdaság, a piacgazdaság az feltétlenül úgy működik, ahogy mi nyugaton láttunk. Avagy például Kínának lehet-e igazsága abban, ahogy a saját gazdasági modelljét működteti, mert hát hiszen 15 éve olvassuk azt folyamatosan, hogy most fog kipukkadni a kínai luki, lufi, azt aztán soha nem pukkad ki. És így tovább, tehát hogy ez, ez, ez szerintem a, a nyugati gondolkodóknak, ha még a szkepszisnek a tudományával bírnak, ez, ez például előny lehetne. Mm, tehát én annyiban ezt fontosnak tartom, hogy árnyaljuk, hogy nem ez a két opció van, hogy az unipoláris hegemon aki kitart az elíziumban versus a multipoláris, majdnem egyenlő pontok küzdenek egymással az én olvasatomban van a hegemón, akit mindig valaképpen ki akar hívni a templom mögé pár bajra. Ugye az Egyesült Államok szempontjából az elmúlt száz évben tulajdonképp Németország második világháborúja is egy ilyen történet volt, ugye itt még a britek amerikaiak. Ehm, aztán egyértelműen a Szovjetunió, ezt elbukta, ehm, ugye nagyon szerettek a, az Egyesült Államokban Japántól is félni a 80 években, majdnem annyira, mint Kínától most. Um, és most Kínától, így 20 év után a, közelkeleti közel fenyegetés után most éppen Kínától lehet tartani. Um, tehát a hegemó mindig kap kihívást, ez, ez a természetes rendje a világnak, ezért se tehát nyilván abban egyetértünk, hogy nincs elíziumi átmenet, um, sem a marxizmus-leninizmusnak ez nem jött be, sem a Fukuyama féle tételnek, de az, hogy van egy kihívó, az nem jelenti azt, hogy, hogy meg kellene gondolkoznunk a saját rendszereinknek az upgrade-jéről és azért nem lehet összehasonlítani a globalizált 2023-as kapitalizmus állapotát a 46-os posztháborús verzióval, tehát ebben rengeteg fejlődés volt létrejött egy Európai Unió többek között, és, és, van, ahol sikerült egy picit szociálisabb piacgazdaságot csinálni, van, ahol pedig nagyon nem, és ott az 50 ezer hajléktalan Los Angelesben. Tehát, hogy ezt megnézhetjük, hogy, hogy a saját rendszereink upgrade-je, hogy történik, és erre a mostani struktúrák milyen lehetőséget adnak. Ez szerintem egy nagyon érdekes kérdés de nem kell oda szaladni, hogy hú, akkor holnap legyünk Kína. Tehát egy 20%-os munkanélküliség van a 18-24 évesek között a legfrissebb adatok szerint, abban a Kínában, ami a legtökéletesebb digitális elnyomást üzemelteti az Uvigó régióban, ahol egy olyan egyszemélyi döntési rendszer alakult ki, amit gyakorlatilag ma Occetung óta nem láttak, és már ugye saját gondolatiságáról van könyveskelsi csimpingnek. Tehát azért Kína egy nagyon-nagyon másik irányt vett, mint amit szerintem időnként a magyar sajtóból ki lehet olvasni. Mindez megspékelve a belső hitelezési problémákkal és az ingatlanlufi pukkangatásával. Csak egy nagyon gyors reakció most a magyar egészségügy össze van omolva. Ezt meg tudjuk válaszolni, hogy összeomlott, vagy össze fogom Szerintem azt várni, hogy kipukkadjon egy lufi, az a legritkább eset a történelemben. Tehát az összeomlás általában ennél egy ilyen kevésbé látványos leépülés, ha csak nincs. Leeresztés szokott lenni, Köszönöm, nem így van, de nem is én mondtam, hogy ki fog pukkanni, hanem megfelebb De Ezt a hallgatóknak mondjuk, hogy ne azt várják, hogy akkor holnap, uh, hát kiderült, hogy a kínai kommunista pártnak mégsem működik. Hát ez folyamatosan derül. Get ki, hogy mi az önben jó volt, mi az önben nem. A covid azért, mert az első hat hónapban a full lezárások úgy tűnik, hogy hatékonyak voltak, mostanra azért eléggé kiderült, hogy a kínai gazdaság azóta nem mászott ki abból a kalamajkából, amit az okozott. Viszont a nyugati sajtó narratívákra térünk vissza, és hangsúlyosan, hangsúlyosan Bede Márton megírta azt, hogy követnünk kell a kínai lezárási politikát. Kína jól teljesített. Hát próbálja is ankajba ő is. Tehát... Én is ezt javasoltam. Na, térjünk vissza a narratívákhoz, és akkor Magyarországhoz, hogy, hogy próbáljunk akkor regionálisan visszajutni, jutni ahonnan indultunk, tehát a háborúhoz. Magyarország már közelebb van a fronthoz, mint, mint, mondjuk Lula. Tehát, hogy mennyiben kötik meg az, az a helyzet az országoknak a, a döntéshozóinak a kezét, vagy mennyire uralja a gondolatait, hogy itt azért demokratikus politikusokról beszélünk, mindegy, hogy milyen minőségi demokráciák van, akiknek mégiscsak olyan közvéleménynek kell megfelelnie, amelyet jól látunk, ilyen hájpok, -ok, mint hogy éppen aktuálisan kinek kell szurkolni, le tudnak dönteni a lábáról ezek a narratívák önálló életre kelnek, és ezek önálló élet, meg ön politikai valóság lesz, ha jól látom. Mm, talán úgy lenne, tehát egészítsem ki a kérdésedet talán, magamnak, leszünk itt, vagy egyáltalán tudjunk rá választ kísérleteket, hogy ami működött az információs kor full begyorsulása előtt a demokráciában, hogy voltak nagy táborok akikhez este maximum elment a hírlap, és ezt elolvasgatták, másnap ezt megbeszélték a templomban, szabad könyves meg a piacon. Ez a struktúra, amit erre találtunk ki, az nyilván nem fog működni egy 21. századi információs sebesség mellett. Tehát olyan szinten fragmentáltuk a demokratikus közös, vagy hát a társadalmunkat, ami egyik funkciójában demokráciát játszik, ami gyakorlatilag a demokratikus alapműködést valóban veszélyezteti. És ezt használják ki részben a harmadik országok, ez a hostile foreign influence, stb. stb., aminek egy szerete a dezinformáció, de a stratégiai korrupció és annyi minden más ide tartozik, és ezt használják ki a belső radikális csoportok is, hiszen az információs tér kvázi demokratizálódásával, tehát azzal, hogy a fincs csoportok is nagyobb elérés szereztek, ugye jobban bele tudnak ebbe szólni. A szomorú történet az, hogy ezt úgy engedtük meg, hogy eközben látjuk, hogy az Egyesült Államok, aki ugye mindig a demokrácia exporton gondolkozott, hirtelen ugye az antidemokrácia exportban lett a legerősebb a közösségi médiák által. Tehát mostanra azért ezt sok kutatás szépen alátámasztja, hogy a social média hogyan bontotta tovább ezeket a fragmentált közösségeket, és teremtett még dolgokat. De ezek Egy... ezt a tendenciát, ezt automatizálta Így konkrétan van, a jó. Algoritmusok, az algoritmusokkal a közösségi Tehát algoritmizáltuk a fragmentációt, ezt, ezt szerintem végigyegyeztethetjük, és ennek ugye az áltimét, a végső problémája az én olvasatomban az az, hogy ezt annyi ideig hagytuk fejlődni, ezt a mohát nőni ott a fakérgén, amíg ezekre identitások elkezdtek felépülni. És ugye innentől lesz az igazán veszélyes játék. Mert hogy erre az identitásra már nyilván jobb, még jobban rá tud játszani a, a négy éves politikai döntéshozatal, és ezek az identitások gyakorlatilag racionális érvrendszerrel egyre kevésbé megbonthatók, hiszen azért identitások. Jó, csak az identitás, hogy direkt ne azt mondjam, mint a mainstream médiában hangoztatni szoktak, tehát amikor identitásról és buborékokról beszélnek, akkor több, többnyire ilyen obskurus oroszok által befolyásolt radikális csoportok képe jelenik meg. Identitás az ukrán ö, zászlós profilkép is, és ö, az is olyan módon befolyásolja a politikai döntés hogy az érzelmek alapján kezd el működni, ahelyett hogy mondjuk végig gondolná, hogy egy háborúra, mekkora erőforrás kapacitás van. Tehát vissza megint, most már nagyon egyértelműen akkor a háborúra, egyáltalán nem volt fölösleges ez a kör, amit megtettünk, hogy van egy fajta buzgalom Ukrajna mellett, mégis nyilvánvalóan is letagadhatatlanul Oroszország az agresszor, nyilvánvalóan ukrán civileket érnek elsősorban támadások, és nem oroszokat, oroszokat is egyébként, tehát kelet-ukrajnában föltehetőleg nem olyan kényelmes orosznak lenni, ha éppen az ukrán front közelít, de elsősorban ukrán civileket, tehát akkor van egy ez a fajta mélyen elkötelezett érzelmekkel átítatott hozzáállás, de bírja ezt kapacitással a nyugat. Tehát, hogy hidegfejileg végig tudja azt gondolni, hogy ő mondjuk meddig bír egy háborút. Avagy a, az ukrán zászlós profil képek önálló életre kelnek, aztán majd lesz valami. Annyira jó izgalmas kérdés. Sok minden gondolat van bennem, és nem is mennék el nyugatra az első körben, hanem Szlovákia. Ugye a szlovák kormány, ami hát Hegerrel is finoman szóval sokszínű volt még mielőtt itt összeomlott, nagyon sokféle dolgot mondott a szlovák embereknek, de nem tematizálta túl ezt a háborús dolgot, ugye a Ficó igen, de a kormány nem, és annak ellenére, hogy a visegrádi országok közül a legrusszafilebb társadalom a szlovák, Mégis kifejezetten aktív segítői lettek az ukránoknak, ugye elutazott aztán második körben már Héger is Kievbe, és mentek a fegyverek, ment a, ment a gáz, ment sok minden. Tehát lehetséges a demokratikus társadalmakban is az, és itt visszaérünk az előző tematikához, amit bedobtál, hogyha nem építem be narratívába nem teremtek narratívával valóságot, akkor nem korlátozom a politikai cselekvés mozgásterét. Tehát ha nem tematizálom túl azt, hogy a háborútban keresem meg ezt az érzelmi felhajtó erőt a választócsoportom felé, hanem mondjuk valami másban, lehet ez éppen a Hartz 4 a németeknél, hogy akkor most milyen szociális támogatáson van, legalizálom-e a nyilván itt elég sok gumicsontot fel tudunk sorolni, de a stratégiai kérdésekben lenne az az államférfi felelőssége, hogy nem viszi el az érzelempolitika területére a dolgot, és ezzel nem korlátozza be a saját mozgásterét, mint mondjuk a brüsszelezéssel tesszük mi ezt itthon. Ez nem tudom mennyire közelít, de szerintem ez egy izgalmas politikai megfejtés részben, mert hogy valóban igaz az, hogy ha bevisszük a fekete-fehér térfére ezeket a kérdéseket, Bír, bírjuk ez abból, tehát kérdésem az, hogy, hogy, hogy bírjuk ez abból, ez a Zalán, neked is, tehát az, hogy mondjuk fegyverellátás tekintetében jelenlegi kapacitások mellett, mint nem történt meg ezeknek a megemelése, vagy legalábbis radikális megemelése, Európában semennyire, ezzel el tudjuk-e látni a jelenlegi harci intenzitás mellett Ukrajnát mondjuk fegyverrel? Meddig? Itt, hogyha konkrét, konkrét ilyen arányokra gondolunk, egyébként én úgy gondolom, hogy igen, tehát ha megnézzük ugye, hogy ugye Oroszország az egy mekkora gazdaság. Ö, Európán belül nem lenne, a, tehát csak Európa, hogyha Oroszországot mondjuk az EU-s össze hasonlítjuk, hogyha mondjuk Oroszország tag nem lenne a legnagyobb gazdaság az Európai Unióban. Ö, Olaszország szintjén van ö, ugye az orosz GDP. Katonai kiadások szempontjából egyébként egy kicsit magasabb, ö, de mondjuk szintén nem vetető szó, szóval, hogyha mondjuk összeadjuk az összes európai, ö, az uniós országoknak a katonai büdzséjét, akkor is az magában ö, azért már többszöröse az orosznak. Ugye, hogyha mikor mellé tesszük az amerikai katonai kiadásokat, a, az ö, akkor már egy ilyen ö, tízszeres nagyságrendű arányokról beszélünk. Tehát hogy Oroszország igazából gazdasági szempontból ö, ma már nem, nem egy világhatalom. Az az egész biztos, itt az európai ö, gazdaságok egyébként ugye katonai ö, célokra nagyon keveset költöttek eddig. Ugye ez volt az a peace dividend amit sokszor emlegettek mostanában. Ö, mert meg volt ö, az a, az a ö várakozás, hogy hát az amerikaiak úgy is megvédenek minket, nem, nincs szükség nekünk igazából komolyabb hadsereket fenntartani. Mostanában kezd el változni ez, és ez a, egyébként egy problémát is jelentett a mondjuk Ukrajnának a lőszerellátásában, hogy nem voltak meg a, azok a hadipari kapacitások, amikhez ehhez kellettek volna. Hogyha hát csak, azt Hogyha most az történt, csak a... hogy az Izraelnek félretett lőszerkészletet adták oda Ukrajnának, mert hmm. hogy elfogyott, mi tudtak termelni. A termelési kapacitás az egyik kérdés, a pénz a másik. Ugye most néztem pont a számlálót, a 168 milliárd dollárnál állt, amit a szövetségesek ilyen-olyan formában felszerelésben, segélyben, pénzben átadtak az ukránoknak. 168 milliárd persze rengeteg pénz, de ahhoz képest, hogy a görög adósságválság, igaz, hogy hitelgaranciákkal, de mindennel együtt 300 milliárdos történet volt. Ehm, és azt azért lenyelte az Unió, ugye az, hogy még szebb gazdasági évek voltak akkoriban. De a 168 milliárd önmagában nem nagy. Ha azt hozzáveszem, hogy egyébként az energiaszámlákon mit kellett Európának kifizetni, akkor hirtelen az egy egész másik történetté válik. Hogy ebből Európa jól tud-e kijönni, és ezt egyébként a megújuló fordalomra fordítja, ezen mehetünk tovább, de ez egy, ez egy másik track. Tehát és nem ha a megújulóra mert... fordítja, az nekünk nagyon jó lesz, mert rengeteg ak akkumulátorgyárat fognak építeni, és mi pedig tudunk róla tudósítani, igen. Hát, hát majd vízerőművet építünk szolákiával ég... közösen ide. Vagy, 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 így éppen, de azt. Hát tényleg azt még, hogy ezt még nem találtak ki senki. Oh. Jaj, jaj. <laughs> ne fogjátok igen. rám. Igen. igen. Ja, Befejezem a gondolat, mert arra akartam kiukadni, hogy ami inkább itt kérdés, az az a politikai akarat. Tehát itt is visszakanyalodva a te gondolatodra, amit mondtál, hogy a demokratikus közvélemény hozzáállása az hogyan számít, szerintem inkább ebből a szempontból számíthat, és ez inkább egy hozkázatot jelent pont a, a katonai megfontolásoknak, és ugye a Ukrajna további ellátásának. ami ennek betelt, az nem annyira az, hogy a bírják-e az európai gazdaságok, mert attól, hogy most a mostani katonai költségvetést mondjuk a németek vagy a franciák a mostan ilyen 2-3 százalékra, akkor felmelik mondjuk ötre, ebben nem fog belerokkanni a francia és német gazdaság, viszont az lehet, hogy a választók a demokratikusan azt mondják, hogy hát ez nekik sok, mert ők nyugdíj szeretek volna. Hát a választóknak az inflációsok, meg az energiaszámla. Tehát igazából az, hmm. hogyha a hárommal több tankot vagy kevesebb. De nem elgyárulni. az, hogy konkrétan összeomlik az európai gazdaság, mert már annyira nem bírja a háborús Természetesen 90 ezer ez... lövedéket lőnek ki az ukránok egy hónapban, azt valakinek el kell látni, úgyhogy jelen pillanatban a nyugatnak a lövedék termelése ennek a töredéke. Csak a nyugat lövedék termelése, az a történelmileg egy hihetetlen mély ponton van. Tehát nagyon-nagyon, nem, nem nagyon volt a nyugati történelme, nagyon, hogy ennyire keveset költöttek a nyugat-európai országokat a kiadásokra. és most kezdik el ezt emelni ez egy visszaépíthető kapacitás, tehát nem, 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 is van. tehát nem, nem, az, nem arról van szó, hogy most mondjuk Európa hmm. beállt volna mondjuk hadigazdaságba, és már, már nem bír, és, és így se bírná már, hanem egy abszolút egy béke Békére jellemző gazdaságban vagyunk, ami most minimálisan eltűnik. Igen, az a kérdés lesz, hogy ha mondjuk hadigazdaságra részben át akarna állni a Nyugat, akkor az kibírná hogy még bármiféle demokratikus válságot. Uh, hát mondjuk az a kérdés, hogy amerik, hogy az amerikai gazdaság az, az hadigazdaságban van-e most, most Nincs. fordítanak Nincs. egy. Igen, és most az amerikai gazdaság az a gdp ének és a büdzséjének és sokszor annyi részét fordítja katonai kiadásokra, mint Európa. Hát ugye százalékban egy picit nagyobb, de, de az egész ukrán kaland az amerikaiak számára kis túlzás a statisztikai hiba még a védelmi költségvetésben is. Tehát szerintem itt a, a fő kérdés a másodlagos hatások. Tehát azért az, az tényleg a, az inflációban mérhető, vagy ugye ha ezt a 168 milliárdot oda tesszük amellé, hogy csak tavaly energia és egy, egyéb ügyekben az Európai Bizottság Franciaországnak és Németországnak állami támogatásban 600, több mint 600 milliárd dolláros engedélyt, 600 milliárd eurós engedélyt adott ki állami támogatásokra, az egy egészen más szám. Tehát amikor ezt teszük, meg az energiaszámlát, meg az inflációs segélyeket, ugye az is egy háromszámügyi történet, azok azért egy komoly, valószínűleg messze az egy milliót, vagy szóval az ezer milliárdot meghaladó sztorivá hűzlalják fel az európai számlát ez érdekli a választót. Tehát ezt kell valahogy tudni elmagyarázni, és ezért van ennek a keretezéséhez a zöld gazdaság felhasználva, a digitalizáció és sok minden más. Tehát politikailag szerintem ez egy érthető áru kapcsolás. Ennek az élén jár Ursula von der Leyen, és kevésbé jár most már az élén Macron és Scholz, aki ugye az iparpolitikáról kezdett el beszélni az elmúlt negyed évben, mert hogy ez elkezdett érdekes lenni. Nincs róla biztos adatunk, de nagyságrendben az energiaszektor európai részéből én azokat a számokat hallom, hogy, a, hogy ez a permanent demand distraction. Tehát kik azok, akik nem fognak akkor se visszajönni gyártani, hogyha az energia a alégiek lesznek. És ez 25 és 50 százalék közé van becsülve. Tehát ez a deindustrializáció. Ennek a hatását szerintem még most se tudjuk kellően fölbecsülni, és ez lesz az igazi kihívás. Tehát a, a, az ukrán frontot elbírná simán az euróatlanti blokk, a kérdés az az, hogy ennek a másodlagos hatásait a saját iparába, piacába, gazdaságába hogyan tudja úgy beépíteni, hogy abból ne csak számla keletkezzen, hanem hosszú távon befektetés. Jó, térjünk rá Magyarországra és a, a hazai közvéleményre egy kicsit. Amikor én utoljára beszélgettem veled a háborúra, akkor még nem volt háború. Más június hát csak 14 ben indult, ugye? Ja, igen, de hogy szól a, a mostani rendkívüli katonai művelet előtt beszélgettünk, és éppen reményedet fejezted ki, hogy hát, ha el tud maradni. Nem így történt, de akkor mondtál valamit, amiben szerintem fényesen igazad lett. Más kérdésében ez nem jelenik meg a, a magyar médiában, vagy ezért vagy azért. Te azt mondtad, hogy higgyik már el, hogy Putyin és Orbán Viktor nem barátok. És hogy ez a szövetségnek tűnő valami az nem olyan szövetség, és még korán sem olyan szívélyes, mint ahogy ez kívülről látszódik. Engem meglepett az, hogy a magyar miniszterelnök milyen hihetetlen gyorsasággal állt be ebben az egy kérdésben, de ebben az egy kérdésben nagyon, hogy ki mondja azt, hogy Oroszország agresszor? Az ellenzék ugye még a választás előtt még szervezte a tüntetést, hogy a kormány mondja ki, amire már régen megtörtént a bejelentés. Valószínűleg érezte, hogy hol vannak határkérdések, tehát hogy mi az, ami, amiben nem lehet ténylegesen ilyen módon kilógni. Na de ezt leszámítva, amiben igazad lett, Magyarország akkor most ebben a helyzetben. Hol is áll, azt, hogy az oroszok mellett azt nem fogadom el, mert, mert, mert nem. E, nyilvánvalóan a, a keleténél azért mégiscsak szívélyesebb korábbi kapcsolatok azért, enyhén szólva is rányomják a bélyeget a jelenlegi kommunikációra és diplomáciára. De hogy milyen következményei lehetnek egy félig meddig különutas magyar kommunikációnak, illetve, és ez az Alánhoz is, akire, hogy ez mennyiben válik el a kommunikáció és a tényleges magyar diplomáciai és katonai együttműködés egymástól. Kezdjük akkor az utóbbival is veled, Zalán is addig, de összefoglalod magad számára a kérdésem. Én saját tapasztalatoknál alapján úgy látom, hogy a diplomácia és a katonai tárca az, az mint hogyha két irányba menne. Tehát hogy ezek, ez a, ez a két politika, mint hogyha elválna egymástól, mert a katonai politika és döntések azok azért eléggé a, a abba, a, amit a egész NATO és a nyugati államok csinálnak. Tehát ugye azt látjuk, hogy a, jó, nem mondjuk küldünk fegyvereket, vagy, vagy legalábbis nem tudunk róla, hogy küldünk volna -e, Viszont azért azt látjuk, hogy például ott van a magyar hadügyminiszter, a NATO védelmi az állandó találkozóin, amin a konkrét Nagy-Ukrajna katonai támogatása a téma. A, látjuk, hogy például Magyarországon áthaladnak olyan fegyverszállítmányok, amik azért Ukrajnába jutnak el idővel, ugye ez a magyar infrastruktúrát is akár ezek igénybe is veszik, ugye így gondolunk a például azokra a helikopterekre, amik a győri repülőtéren álltak meg. Ugye ezek olyan kérdések, amiben a HÁM illetékes, és, és ezek azért eléggé illeszkednek a NATO politikájába. A, ugye ezzel szemben mondjuk, a, a, amit a magyar diplomácia csinált, ugye, ami pedig a, a Szijjártó Péter Minisztérium illetékessége az, mint hogyha viszont sokkal inkább szemben Tehát az egy sokkal egy nyíltabb szemállás megy ezen a téren, mint ami a, a katonai döntések terén megy. Azon gondolkozom megint, hogy honnan érdemes kezdeni, és tulajdonképp azt hiszem, hogy meg kell fognunk ezt a pontot 2022. februárjában. Mert hogy tulajdonképp bekövetkezik egy olyan környezetváltozás, amire nem reagál ritmusváltással a magyar kormány. Tehát pont a ritmuslátás hiányából adódik a probléma most. Jelesül abból, hogy ami korábban működött, amit most Zalán is részben leírt a jelenlegi helyzetben, hogy mást mondok, mint amit csinálok, és ezt ugye a miniszterelnöktől hallottuk korábban több verzióban. Ezt el lehetett adni békeidőben, de ezt nem lehet eladni háborús időben. Hát ezért hívják stratégiai kommunikációnak háborús időben a narratívákat, mert ennek jelentősége van. Tehát mindkét fél elkezdte ezt a területet felhasználni, és a, mondjuk úgy, hogy a konfliktus intenzitása az információs térben szignifikánsan nőtt. Ugye milyen szépen mondtam? Tehát, hogy amikor ez így van, hogy ez háborús területté válik egy háborúban, akkor minden egyes mondatnak más a súlya. És ebben nem érezte meg a magyar kormány a váltást, és ezért van az, hogy bizonyos szempontból ilyen út van, a függő módon ugyanúgy kommunikál Szijjártó. Tulajdonképpen péntek reggelente a miniszterelnök is, és erre jön az, hogy akkor a lengyel jó barát elküldi szemorvoshoz a magyar miniszterelnököt bucsa után. És sorolhatnánk az instanciákat, ugye azóta már a csehek is nagyon sok mindenki nagyon keményen szólt be a magyar kormányzatnak, mert hogy ez már nem megy el. Tehát egyszerűen ebbe a környezetbe ugyanaz nem működik és hogy ezt, ezt a váltást nem érezték, miközben teljesen egyetértek Zalánnal, hogy Beregdaroznál ment a reverse flow, és úgy tudom, még Moldovának is volt segítség. Tehát, hogy sok helyen Magyarország egyébként egészen um, jól helyt is tudott állni, de erről nem is beszél a kormányzat. Ja, Katona orvosok kiképzése a Honvéd kórházban, ugye ellátok ukrán katonákat. Ehm, és Na, és még azt is. a azt a narratívát sem építették le, ami pedig hát azért elég kártékony ebben a háborús pillanatban, hogy akkor igazából Magyarország várta Ukrajna feldarabolását. Tehát e, itt számos nagyon kártékony narratíva nincs kigyomlálva, plusz locsolgatjuk még a régieket, e, ami, ami, most a szövetségesek e, bizalmát ingatja meg, hiszen az új helyzetben új magatartást kellene mindenkinek tanúsítani. Tehát ez nem egy Magyarországnak intézett kihívás, ez az egész e, keleti végeknek intézett kihívás, amiben azért többen váltottak ütemet. Hát a románoknál oké, hogy ott ott volt az amerikai bázis, de azért, na hát Románia amúgy is egy izgalmas ország belpolitikailag, de ott is ez egy, mondjuk úgy, hogy egységesedett ez a kommunikáció, és nézzük meg a szerbeket, hát amit még Vucic, az egyik utolsó szövetséges a magyar kormánynak is, pont a napokban kvázi nyugatbarát nyilatkozatot tett. Tehát azért nagyon sokan váltottak ütemet, az osztrákok is sokkal kevésbé feltűnően intézik már az ügyeiket az oroszokkal, pedig hát ők se vádolhatók orosz és a németeknél is elkezdték kigyomlálni a közéletből a nagyon feltűnő orosz ügynököket, a gazdasági minisztériumtól, ugye az északi áramlatot érkeztető mecklenburg forpormen kormányzójáig. Tehát itt azért nagyon komoly intézkedések történtek, ebben semmilyen szinten nem tartottuk az ütemet. Én ezt értem, de ahonnan indultunk, az mégsem ez volt, hanem az, hogy mondom, számomra meglepően gyorsan állt be a, a fontos diplomáciai kijelentés tekintetében a magyar kormány fő a szövetségesi kórusba. De azt is mondta, miközben persze folyik ez a békepárti kommunikáció, ugye az is egy nagyon kedvelt Orbáni kijelentés, hogy nekünk magyarunknak nem igazunk van, hanem igazunk lesz. és az álló óra is legalább kétszer pontos időt mutat naponta, tehát ha a dolgokat dinamikájában nézzük, azért vannak olyan jelek, amelyek a stabil, elhatározott és önbizalommal dúzadó nyugat képével, amelyik szilárdan elhatta kötelezett értékek mellett, szóval, hogy nem vágnak egybe. Például ugye Magyarországnak, ha szerintem diplomáciai mélypontot kell emlegetni, akkor az elmúlt évekből ez az azeri boltás gyilkos kiadása volt. És ehhez képest mit látunk 2022 végére, hogy ennek a történetnek a főszereplője, mármint a mi történetünknek is a főszereplője, nem maga az Azeri Baltás, hanem Ilhama Aliyev Azeri elnök, az ott pózol a fél uniós vezérkarral, és Oroszországgal szemben már-már a jó fiú, akivel fel lehet építeni azt a fajta energia alternatív hálózatot, ami az adott esetben az orosz nyersanyag kiesése okozhatna. Szóval, hogy tud olyan fricskákat produkálni a történelem, és korán sem annyira érték alapú a, a nyugat, hogy a magyar miniszterelnök a maga végül is elég jó politikai szaglásával adott esetben megtalálja ebben az utakat de én még nem mentem bele az értékképzésbe. Tehát szerintem az, az elővetjük, ha akarjuk, izgalmas, de az egy hosszú-hosszú moralizálásba fog menni. Azt nem um, De, de az igazunk van, igazunk lesz kérdés, szerintem ez egy pragmatikus politikai kérdés. Mert, és mi van, ha igazunk lesz? És nézzük meg, mert hogy ez a mintázat lefutott már a migrációs sztoriban. Tehát 2015-ben, ha úgy tetszik, akkor a magyar miniszterelnök tulajdonképp megint ezt a taktikát alkalmazta, elmondta, hogy Európát meg kell védeni, stb., kerítést kell építeni. Ugye Brüsszel elég maga módján hamar ráterre, most már valóban erről szól a vita, hogy a néppárt nyomasztja a bizottságot, hogy adjanak pénzt határvédelmi intézkedésekre, uniós forrásokat hol, milyen arányban lehet felhasználni. A Frontex-et kipucolták ott is, lebukott a vezető, hogy probléma volt, de legalább lebukott, delegálább eltávolították, ez a határvédelmi ügynökség. Tehát a narratíva az tulajdonképpen felépült abban a verzióban, ahogy egyébként ezt 15-ben nagyságrendileg a magyar kormányzat kommunikálta ebből valamit be tudtunk gyűjteni? Tehát kreditek hullanak most a magyar kormányra, hogy hú, tényleg igazatok volt. Tehát szerintem ez így um, interakciós szinten a pszichológia tankönyv első fejezete, hogy azt várni, hogy valaki majd odon és megveregíti a vállunkat, hogy fú, nektek igazatok volt, ez, ez, hát a nemzetközi politikában végképp nem működik. Tehát ez nem váltható be olyan szinten kreditekre, és most tényleg pur, tiszta, pragmatikus szinten, mint az, hogyha egyébként um, elkezdünk az ukránokkal kiegyezni nyelvtörvénnyel szemben is, és azt várjuk, hogy mint a lengyelekhez elmentek, hogy akkor az újjáépítésbe számítanak ránk, hogy ránk is számítsanak, hogy stratégiai partner legyen az OTP és mások, és ne pedig azon a listán legyenek, akik az oroszokat segítik. Tehát, hogy itt azért ennek konkrét következményei vannak, hogy ezt a kommunikációt hogyan űzik, ez nem egy elvi kérdés, hogy majd lesz-e igazam. Egyébként gondolhatom is ugyanazt, amit most gondolok, és majd valószínűleg igazam lesz. Persze egyszer lesz béke, hogy te mondtad, az óra is kétszer jó időt mutat, de elveszítünk időközben rengeteg lehetőséget, ahogy nem tudtuk. Tehát én nem látom, hogy a migrációs történetben szól lehetett kreditekre átváltani, hogy egyébként az a narratíva felépíthető lett volna, pro-uniós narratívaként is, tehát nem brüsszel -e szemben meghatározva. Belpolitikai kreditekre lehetett átváltani, tehát ez szerintem azt jelentette, hogy, hogy itthon el lehetett mondani, hogy na hát igazunk volt, és végül is úgy Brüsszel is elismerte. A más kérdés, hogy nem nyilvánosan, és nem úgy, hogy azzal mondjuk a külpolitikában Magyarország súlya növekedett volna be. Hogyan... Ez, ez, ez pontosan az, amiről itt az, az Andrásról az előző 20 percet beszéltük, hogy Na de te politikusként, pláne miniszterelnökként, pláne Magyarországon kiválasztatod, hogy ki lesz a mumus, és ne építsél már fel egy narratívát azon a térfélen, ahol egyébként ezzel magadat korlátozni fogod. Tehát lehet utáni az IMF-et, a kutyát nem fogja zavarni, ez egy dolog. De amikor elkezdem az ukrán kérdést behúzni ebbe, és emiatt aztán nem tudok forogni, mozogni, az szerintem egy stratégiai hátrány. Igen, de valószínűleg ebben a narratívában korábban húzza bele magát a, a magyar politika, akkor, amikor nem kalkulált azzal, hogy háborús konfliktus is lehet a keleti partjainál. Igen, de én láttam egy kétharmadot összejönni Magyarországon, és ott a, a miniszterelnöknek a taktikája nem az, hogy kreditekre váltja be, hanem miután nem jönnek be a kreditek, folyamatosan emeli a tétet egészen addig, amíg a Royal Flush egyszer csak a kezében nem lesz. Ami itt jelen pillanatban meg ugye azt jelenti, hogy az általa jobboldalinak nevezett fordulat, ami egyébként valójában mindenféle más kategóriákkal írható leginkább le, de mondjuk így, hogy a, tényleg a, a mainstreamet, a háború utáni mainstreamet valahogy bedöntő, vagy, vagy a 68-as mainstreamet bedöntő, inkább ezt mondjuk, nem is a háború után, 68-as mainstream Mert mondjuk, csak zárója megint megnyitva meg az egészet, mondjuk a De Gaulle ügyködése van, mit kapna a nemzetközi sajtóban. Tehát, hogy valószínűleg Franciaország nem úgy forrásokkal nem jutna az Unióból, hanem már bemosták volna a csatornába. Na, mindegy. Tehát mondjuk például a köztévéről való elképzelései jottányit sem különböztek a jelenlegi magyar kormánytól. Na, szóval visszatérve erre, hogy jövőre Európai Uniós választást tartanak, és jövőre ugyebár választani kell egy új bizottságot, és itt Magyarország szerepbe fog kerülni. Tehát, hogy ugye valószínűleg addig emeli a tétet Magyarország, és valószínűleg az összes lapot ebbe akarja berakni, amíg ott számára kezdő kedvező fordulat alakulhat ki ebben, ebben egyetértek, hogy van a miniszterelnöknek hajlandósága a 19-re folyton még egy lapot húzni. És most ugye reménykedni abban, hogy Robert Vicó megnyeri a szlovák választást. Ugye 24-ben az osztrákoknál is választás lesz, és ott És ott a ott szabadságpárt. szabadságpártiak, illetve hát azért még lehet reménykedni egy két országban, hogy, hogy izgalmas. Hát lesznek. valószínűleg, tehát minden előrejelzés szerint, ha csak nem leheli a, az előrehozott választás a spanyol szocialistákat az ére, akkor a, egy új néppárti kormány a Voxra fog szorulni Spanyolországban valószínűleg meg fog változni a német politika is a, a következő választással. És a Flams be szó, Belgiumban, tehát hogy, hogy vannak mm, szövetségesnek vélt illetve hát egyszer majd Marine Le Pen is neki fut újra az elnökségnek. Tehát ha ezeket nézem, reménykedni mindig van, ugye 24-ben amerikai választás is ilyen Trump mellett, most már egy jó tucatnyi jelöltel egyébként republikánus oldalon. Tehát ezekben lehet reménykedni. Mm, nagyon sokszor történt meg az elmúlt tizen évben, hogy sokkal nagyobb, sokkal égető problémák jelentek meg, mint mondjuk úgy, hogy a magyar kérdés. Tehát, hogy Brüsszelben, hogyha ránéznek így hogy a kontroll műszerfalra, akkor azért sok lámpa jóval pirosabban világít. Most a görög államcsőttől a, a háborún át, a Trump okozta problémákig, vámháborúig. Tehát egy darabig el lehet mindig navigálni, hogy, hogy ezzel a nemzetközi koalícióépítéssel és a narratíva építésben nyilván ország súly arányosan sokkal jobban kivett szerep. Végül is be fog-e mozgatni fajsúlyosabb ellenérdekelteket? Nyilván ez a kérdése a kormányzatnak. És erre most nehéz lenne megjósolni, hogy igen vagy nem a válasz. Eddig tulajdonképpen inkább nem volt. Én most azt érzem így az elmúlt negyed évben Brüsszelben, hogy van valamilyen telítődés. Tehát van egy olyan pillanat, amikor tehát ezt az európai elnökséges vitát, ezt nem volt kötelező felvetni, vagy nem most. Tehát az, hogy elkezdtünk arról beszélgetni, hogy a magyar elnökség, ami 24-ben lenne, ugye a második filmben választás után. Hogy most erről beszélgetünk, és a parlamenten azonnal átment egyébként nem magyarok által kezdeményezett módon, tehát nem a magyar ellenzék kezdeményezte ezt a történetet, az, hogy akkor most a magyar elnökség ne is legyen, nyilván ugye ez csak egy dekoráció, tehát ez nem jogi kötőérvényen rendelkező határozat. Ugye annyi nyitott kérdésben van magyar blokkolás, a gabonai üttől, ugye az ukrán gabonától, a béke alapon át, az összes kondicionalitási kérdésig, ahol, ahol van egy terítődés a rendszerben. Tehát, hogy ennek lesz a következménye, arra biztosan számíthatunk, hogy a, az intézményi jó indulat, tehát a kötelező udvarjaság meg lesz, de a jó indulat nem és a scrutiny is nőni fog. Tehát ahogy látjuk azt, hogy most a közalapítványi történetben már tényleg azon vitatkozunk, hogy négy vagy öt éves mandátum megújítható, vagy nem. Tehát, hogy egészen apró kérdéseken fog vitatkozni a bizottság, mert most már megteheti. Jó, akkor, hogy a beszélgetésünket lezárjuk, mert nincsen már sok időnk hátra, sőt, igazából ki is futottunk az időre, az időből. Egy nagyon egyszerű kérdés fog feltenni, ami most itt mindent keresztbe vág, amiről idáig beszéltünk. Szerintetek meddig lehet még háború? Van egy olyan narratíva, hogy tulajdonképpen most ez a ukrán ellentámadás, ami elindult, ez lesz a háborúnak egy utolsó fejezete, és tulajdonképpen az, hogy ez meddig jut el, az fogja meghatározni a itt a jövőbeli határokat is akár, és akkor ebből lesz egy, hát mondjuk egy olyan, ahol, ameddig eljutnak, ott lesz valahol egy ilyen ott konfliktus, mert tulajdonképpen ennek az egyenlentámadásnak támadásnak a elegendő felszördést adnak, illetve tudnak adni a, nyugati államok, és többet valószínűleg nem fognak. Ugye van, ez, ez sokan így gondolják, én, én ebben nem vagyok annyira biztos, mert hogyha megnézzük azt, hogy például a vadászgépeket, ugye milyeneket, meg mikorra terveznek adni az ukránoknak, mondjuk az amerikaiak, és a most már azt hiszem a britek és franciák is, az, az már bőven átnyúlik a következő évbe is. Úgyhogy én nem gondolom, akár csak a, a, nyugati támogatások alapján a nyugati stratégák arra számítanak, hogy ez a háború, ez még az idén véget érhet. Ugye ez szerintem nagyon érdekes kérdés, mert Ukrajna felfegyverzése nem gondolom, hogy a háború, vagy hát mondjuk úgy inkább a tűzszünet megkötésével leállna. Tehát az, hogy milyen biztonsági garancia mellett és milyen szövetségi rendszerben, nem gondolom, hogy NATO-taként holnaptól, de Ukrajnának a, a felfegyelzése, tehát kvázi az orosz elrettentés, az, az egy tartós realitás lesz a háború tényétől függetlenül. Egyre növekvő számú politikai szereplő beszél arról, hogy milyen módon van az endgame, és kritizálják a Biden kormányzatot is arra, hogy erre nyilvánosan nem mond be dolgokat. Az is érezhető, hogy az Egyesült Államoknak azért a valódi ellenfél Kína. És hogyha most mi Washingtonban ülnénk, és azon gondolkoznánk, hogy hogyan tudjuk Kínát hatékonyan elrettenteni, úgy tetszik sarokba szó, vagy sarokban tartani, hiszen a saját tengereire nem tud kijutni, akkor azért az európai erőforrásokat alaposabban kellene ebbe belevonni, és az euróatlanti térséget is átkormányozni az indiai csendes óceáni térségbe. Ugye erről nagyon sok minden szólt, az augustól elkezdve hosszan ezeket a, a, csatornákat. Tehát szerintem növekszik az amerikai érdek is abban, hogy az orosz stratégiai meggyengítést egy másik fokozaton is lehet művelni, ha Oroszország a szankciók... Alacsonyabb fokozaton már, mint. Hát abban az értelemben, hogy nem intenzív háborúval, hanem a szankciókat megtartva. Tehát a kivéreztetés az még tud folyni háború nélkül is. Tehát ezeket a szankciókat nem fogják a tűzszünet másnapján megszüntetni. A, az, orosz, az orosz kereskedelem az így is, úgy is, tehát amíg a dollárrendszer nem tudja befogadni, addig, addig, addig ez egy kőkemény szankció, és ennek a hatásait most kezdjük látni. Hát januártól zuhant be a, a költségvetés az oroszoknál, amióta beütöttek a, a szankciók valódi hatásai, abban azért, nem hogy decembertől december februárig vezettük be az olajtermékekkel szemben. Tehát ha, ha ezt nézem, akkor valószínűleg más pontokon lehet az oroszokat már sokkal jobban fogni. Tehát az az érdek, meg, hogy az ukrán fronton legyen, ez, ez inkább csökken, úgyhogy. Tehát én a narratívában egy, talán Zalánnál egy picit jobban tudok hinni, lehet, hogy ez wishful tehát lehet, hogy ez reménykedés, de látok, hogy ez az mondást. is az, azt, hogy is mondjam, egyikötök szavaiból sem éreztem ki, hogy arra reális lehetőség van, hogy a, a Donetsk-medencét és Krímfélszigetet még egyszer Ukrajna magáinak tudja. Nem, én ebben, tehát nem vagyok katonai szakértő, hogy most a krímet vissza tudják-e foglalni, vagy hogy a vízellátás problémája az, az ott mit fog okozni. Nyilván, hogyha a kercsi hidat is szétverik, és, és egyébként hajókat is kapnának, és szóval el, el tudom képzelni ezt a szenáriót, hogy ez mikor realisztikus, de, de nem biztos. És ugye ez az, ami igazából az amerikai szaksajtóban ez az egyik nagyon kritikus pont, hogy az eszkalációs kockázatot meddig lehet eltolni. Tehát most az elmúlt már inkább kilenc hónapban azt látjuk, hogy putyinék mindig bemondanak valamit, hogy most már tényleg ugye történelmi fenyegetés lesz, most már nagyon rossz lesz, most már tényleg ugye, a Medvegyevekben ugye a sztár, de, de Putin is néha ezeket elmondja, és sose váltották be a fenyegetéseket. Tehát ezért aztán most elkezdtünk tankokat, aztán már a repülőgépeket is megértünk, aztán ki tudja még, mit ígérhetnénk, de nem tudjuk, hogy hol van az a vonal, amikor valóban beváltanak egy fenyegetést az oroszok. Tehát ugye ennek a letapogatása is zajlik, hiszen eddig lehet elmenni. Ez az a, ez az a pont, ami ami, ami, hát a valódi kockázatot rejti magában. És ezen túllépni lenne veszélyes, és ugye egy olyan ellenfélel vagyunk szemben, akinek hát nem tisztán, tehát nem a mi racionálatásunk szerint lesz meghatározva ez a vonal a homokban. Hát köszönöm szépen, akkor így. Ez volt az átlátszó podcastja, a háborúról, meg a háború kapcsán elég sok minden másról beszélgettünk. A vendégünk Feledi Botond, külpolitikai szakértő, a Partizán heti Feledi írlevelének szerkesztője volt, illetve Zalán Zubor volt itt még velem az átlátszó elgérő a technikai munkatárs pedig Bodoki Bence volt, én pedig Hont András voltam.